A videót a notbook.hu támogatta. Na hát, szevasztok srácok, sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, itt vagyunk Istvánnal, a Magyar Nagydíjon, szevasz István, hello! Sziasztok srácok, romlott hazai! Meglátjuk, így van. Meglátjuk, mi lesz, Magyarót! Nem szeretjük! Nagyon nem. Anya, nem? Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a Magyarországon lévő pálya... Mondjad csak! Rázok, igen, a Magyarországon lévő pálya, de ezt egyszerűen... Én azért nem szeretem, bevallom őszintén, mert nem érzem, tehát nekem ez nagyon nehéz pálya, tehát hogy így... Én ezért nem szeretem, úgyhogy... Hát, sok reményt nem fűzök ehhez a nagy díjhoz, de lenyomjuk. Az előzőre pedig csak annyit szeretnénk reflektálni, hogy srácok, nem vesztünk össze, nincs izé, a verseny közben, verseny hevében nem mérlegeltünk, miért is mérlegelnénk, senki nem mérlegel verseny közben. Onnantól meg el volt az egész felejtve a rákba, úgyhogy ennyi. Csak hogy ezt így tisztázzuk. Verseny volt, ennyi igazából, kész. Az meg, hogy kinek a hibája, azt meg most mindegyikünk versenybíró, úgyhogy ti is, mindenki el tudja dönteni. Úgyhogy ennyit erről. Na jó. Nézzük akkor az első gyorsat. Gyorst? Nem megy ez a pálya. Nehéz pálya, eléggé. Nagyon. Kicsit gyakoroltunk, de... Hát nekem... Nekem max a versenyen megy jobban. Istvánnak meg talán az időmérő. Hát ki tudja. Na és innentől én rohadt lassú vagyok. Kell majd még egy másik kör. Ah, és milyen szinten? 68. 68, csak hogy már úgy is kérdezik mindig. Ugye Ausztriára feltettük 78-ra, majd itt mentünk gyakorlást 78-an, és hát gyakorlatilag szarrá vertek minket. Na, ezt most jól elcsesztem ezt. Úristen. 1.18.4. Gyenguszka. Ugye felhős idő van, tehát a tavalyihoz nem lehet így viszonyítani időben. Mindegy, ezt tudtuk hozni. 1.21-et sikerült menni, ami borzasztó, de tényleg szar volt. Most ennek mit művelnek, srácok? Mindegy, legalább van egy mért köröd. Na, én pedig közben bejöttem egy másik gumiért, és akkor zúzdázunk ki. Nézzük a következő mértkört, kell javítanom sokat. És akkor nekivágunk. Kéne még sokkal jobbat menni, mert esünk vissza. Hú. Basszus. Leszartuk. Jó, el is engedem. Végigmegyek és nézzük a következőt egyből ezen a gumin. Na, gyerünk! Hát, ha. És most fogom megkezdeni a gyorskört. Jó, van, hajrá! Gyerünk, baby. Hihetetlen, hogy elszarom. Mellé váltok, nem jó? Nem most mondd be, hogy mennyi üzemanyag van.
Elképesztő. Húha. Új gumi. Az szép. 1.18.1 az Istvánnak. Szép volt Isti. Volt már jobb is, de... Jó. De most nem. Az egy szép idő. Fú, éreztem, hogy a pulzusom emelkedik, érted? Nem is tudom, a sikám volt olyan, hogy... Oh, az mindig egy ilyen kritikus pont. Hú. Én nekem még van 2 light szettem, ugye? Tehát még annyit, igen. Akkor gyorsan megyek is, mert nincs sok idő. Nézzük, gyors kör, gyerünk! De igen, ahogy Patrik mondta, srácok, nekem tényleg az időmérő az relatíve jobban megy. A forgalomban ezen a pályán nagyon nehezen találom fel magam. Aztán meglátjuk, ne legyen úgy, ahogy most mondom. Egyébként, srácok, időközben kiderült, hogy milyen autóval indulunk a 24 órás versenyen, úgyhogy REH Racing ez veszettül már készülődik, meg már igazából szépen úton vagyunk afelé, hogy el tudjuk indulni. Az autó az, hát nem mondjuk meg, hogy mi, én a leírásba berakom a lejátszási lista linkjét, meg tudjátok nézni az eddigi videókat ezzel kapcsolatban. Mert nagyon jó autót vettünk, azt gondoljuk, úgyhogy tegnap voltunk egyébként kipakolni, ebből is majd hamarosan videó látható patchiknél, vagy már láthatjátok attól, hogy mikor néztek ezt a videót, érted? Yes! Nekem is itt lesz egyébként a lejátszási lista, RH Racing lejátszási lista néven fogjátok itt megtalálni a leírásban. Nézzetek meg, igazából benne vannak a mi videói, mármint az én videóim, István videói, Speedzone videói, yeah. Úgyhogy szinte minden. Meg hát ugye az új csapattársainknak a videó. Ja, így van. Bele fognak kerülni. Akiket most direkt nem mondjunk el, hogy nem nevezem nevén őket. Egyáltalán, mert te nézd meg a videót. Mindenki yes. Benne, hogy milyen versenyző társaink lesztek. Na de! Na, azt mondja, hogy az idők azok úgy néznek ki, hogy hát azért csak egy másfél tizeddel vagyok jobb Science-nál. Úgyhogy szerintem én nem kell kijönni, menni egy előre. Abszolút. Mindenképpen. Ez bőven így bővítsük, ráadásul azért így bővítsük, mert Patrik simán megy egy 1.18.1-et szintén. Úgyhogy go to check. Azt hiszem a legjobb időm az valami 1.17 körül, vagy 1.17 közelben, nem tudom pontosan, de azt bementem ennél már jobbat is. A végén el lesz szarva sajnos. Lesz ez ennél jobb, ennél egyet jobbat kell menni, 18 alá be kéne menni. Mindenféleképpen, most nem akarok itt ülni és várni a sürgalambot a számba. Elképesztően fontos, hogy minél jobb helyről rajtoljak, srácok, és rajtom nekem nagyon szar, nagyon gyenge pontom a rajtolás. Úgyhogy akár hiába, még ugye eldobtam! Még ugye a pole pozíció meg is van, akkor sem bőven nem garancia, tehát hogy az nekem minimum egy 5. hely, de visszaesés a rajtnál, higgyétek el nekem. Próbálgattam, akár próbálom, nem tudom lerajtolni őket, úgyhogy nagyon fontos tényleg az első hely. Na jó, még maradt egy gumink, azzal mindjárt kimegyünk, srácok. Na, én megpróbálok azért menni egy gyorsat még. Hát, ha hogyha. Gyerünk. Hihetetlen 3/10 hagyok az első féktávon. Aztán 5. Dik! Ha ez engem büntetnek meg, megőrülök. Srácok, abszolút elfért volna. Just 30 seconds left in the session.
Hihetetlen. Én nem tudom, hol marad ennyi benne, de ennyire nem érzem, srácok, hogy azt se érzem, hogy hol marad benne. Egy másodperc. Hogy mentem ilyen űridőt először? Nem értem. Hát ebből ilyen 13-14. Hely jobb esetben. De nézzük. Igen, Perez megelőz. 8, 9, 10. Elfült az üzemanyagom. 11. Istenem, na jó, mindegy, legalább nem ezen a kopott. 12. Perez bejött elém. Hát akkor mindegy, kimegyünk. Elfült az üzemanyagom. Jó van, 12. 12 srácok. Aha. Wow. Ha, na mindegy, legalább nem a rosszabb gumi megyek. Nem a rosszabb gumi rajtolok, ez viszont jó dolog. Viszont második hely, ha egyelőre még legalábbis. Aztán meglátjuk, nem tudom. Annyi. Másodikról indulsz. Másodikról fogok indulni? Mert most a boxba bejöttem. Igen, a másodikról. Hallod, a célegyenesen ráfordul előtt ment, tehát fogyott az üzemanyagom, nem figyeltem. Jaj, pedig valami, nem is, mindegy, valamennyit javítottam volna, nem sokat, de nem volt rossz. A középső szektorom lila volt pedig. Na jó, nézzük akkor. Mik ezek a szarok? Nézzük a futamot. Nem, Patrick-től azt lehet egyébként számítani lehet rá, hogy följön, tehát ő nagyon jól krúzol gyakorlatilag. Vagy eldobom, tehát ez a kettő lehetőség van. Nem, az egy lehetőség van, hogy te följössz. Race strategy, kicsit megpakoljuk magunkat, üzemanyaggal, jó? És elvileg a hatodik körbe megyünk ki, közepesekért. Meglátjuk. Majd mondjuk. Formation lap. Neked milyen szint, milyen állapotú a szoftok? Nem látom ilyenkor. Ja de, 5-6 százalékos. Neked? Nekem 8, 7-8. Aha. Hát ez egy ilyen környi kb. Igen. Hát kettő. Ebben kettő körös volt a dolog. Hát nem, az egy környi előny van nálam, úgy értem. Ja igen. Menj ki előbb, te majd. Hát... Mármint, hogy pont, hogy én. Te menjél ki. Igen. Majd érzed úgyis, elvileg a hatodikba kéne kimennem, de majd szóljál, hogy te mikor mész ki. Hatodik, kilencedikre írja nekem. Hogy azok között nekem valahol. Nekem is, ugyanezt írja nekem is nyilván, persze. Jó. Fú, srácok. Hát itt tényleg ne számítsatok jó helyezésekre tőlem, semmiképpen. Nem, tehát hogy egyszerűen ez semmelyik évben nem szeretjük ezt a pályát, nem tudok vele mit csinálni. Rengeteget adok, meg minden, következő briteket én nagyon fogom szeretni, de ez egyszerűen... Ez nekem túl bonyolult pálya. Jó, nem itt van kettő amúgy. Igen, ez egyszerűen nekem túl bonyolult pálya. Ennyi. Nagyon nehéz. Itt teszi majd vala... Jó. Úgy még azért biztonság kedvére is fékezem. Így jó. Na. Egy jó rajt kéne. Hajrá neked is. 18 kör talán? Sok. Nagyon szét lehet esni ezen a pályán. Nagyon szét lehet esni ezen a pályán, srácok. Borzasztóan. Szurkoljatok. Nyomjatok egy lájkot nekünk. Így van. Bang. Na, Hajrá! Honnan indulsz? Mindegy. Ó, basszus! Ne! Bazd meg! Ezt nem hiszem el, srácok! Ezt nem hiszem, semmi! Ezt nem hiszem el!
Okay, not a great start. Let's get back on track. Mondjad, mi van? Te semmi, utolsó hely, teljesen mindegy. Ó, Istenem, te só. Ott azon a fehér szaron csúsztam ki, tudod? A akvaparknál. Aha. Így van. Én is majdnem eldobtam, hallod? És se, magamtól, kigyorsításkor. Majdnem ott voltam mögötted az utolsó helyen, ne aggódjál. Fú, srác, most tényleg annyi, hogy nagyon kell koncentrálni. Nem szólt arra gondolni, hogy mi lett volna. Az a baj, nem érem őket utol. Én se. Jó, de egy kicsit máshol vagyunk a pályán, úgy értem. Neki most mennyire mások a féktávok, srác, aki megtankolt autóval. Nyilván. Csak távolodnak, hihetetlen. Tudom, hogy szarok az íveim és azért meg a féktávok, de egyszerűen nem érzem ezt. Inkább biztonságosabb próbálok menni. Igen. Uh-huh. És ők persze nem dobják el azon a fehér szaron. Nem. Hova mennek? Atya Isten! Bocs, srácok, menjetek át az Istihez, ne nézzétek! Ez jobb nem lesz. Hát az itt látnak sokkal több mindent, ne aggódj el! Ne! Majdnem rámentem, majdnem ott dobtam alatt el. Hamilton meg fog enni engem hátulról simán. Váj, megpróbálok mélyed, de akkor egyszerre azaz. Hallod? 3,6-ra ment el a 19. tőlem, nagyon durva.
igen, nagyon kemények amúgy. Látjátok, csak ugyanaz, ugyanaz a szintű AI. Nem ugye? Ugyanaz, 10%-tízzel kevesebb. Tízzel kevesebb srácok, mint ami volt Ausztriában, és látjátok, most fennvedünk velük. Ennyit számít azt, hogy a pálya éppen hogy megy. Ezért nem akarjuk nagyon variálgatni az AI-kat, mert ne, most küzdelem van itt, mint az állat. Russell, nem tudom egyszerűen, nem tudom közel kerülni hozzá. Még DRS zónán belül. Annyira jobban veszi a kanyarokat, hogy nem tudom, de... Na, ez nem volt túl okos. Üdelem kell nekem. Arra van szükségem most. Öt másodperc, srácok. Másfél másodpercet kapok körönként. S hiába erőltetem. Jó, eldobtam. Ó, bassz meg. Ennyi volt. Caution. Kimegyek a boxba. Oké. Muszáj. Szárny is? Persze. Természetesen. Hogy ne? 16-ra estem vissza. Jó, az még pont kellett, 3 másodperces penalti. Annyira kellett. A speeding, így van, megkapom a speedinget. Nem. Nice. Nem kaptam. Hát ebből nem tudom, mit akarok már még kihozni, de majd meglátjuk, srácok. Ajajajajajajajajaj. Na akkor én többet remélhetőleg nem jövök ki. Basszus! Mindegy, hagyjuk. Már én is amúgy az ötödik voltam, onnan estem ki. Hoppá, nem tapad. Hülye vagy te, bazeg. És 3 másodpercet is befigyelt most, nagyon jó. Hát ez akkor... Tényleg nagyon nem szeretem ezt a pályát. Fú, srácok! Szörnyű vagyok, bocsánat. Go now. Na mi van? Semmi, a tűzzel játszok. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Hello! That was special! Back at it! Figyelj, most amúgy menjél majd nyugodtan. Ahol... Baszki! Nagy, azt hittem, hogy jól megyek. Medium, ezt kicsinál. Na. Semmi. Inkább nem beszélek róla.
Megfogtad? Volt egy Hello! Jaj! Ne, basszus, srácok! Ahogy kimondta az Isti! Ne haragudj! Hát erre számítottam. Hogy ez ilyen lesz. Úgyhogy mondhatnám úgy is, hogy nincs semmi meglepő. Gap to car in front is 7.8 seconds. Jaj, Istenem, valamikor előbb fékezek, amikor később. Nem tudom belőni a féktávokat. Vágom! Összeestünk teljesen. Igen. Ahogy beszéltük el, tehát nem árultunk zságomacskát, ezeket elmondtuk. Igen. Jaj, Istenem. Többiek voltak már kint boxban? Igen. A francba. Hát ja, igen, a szárny cserével ment az idő, ja. Neked, ja. Van 8 kör, baszki! Ez nagyon durva. Safety car kéne. Nagyon. Hát nekem igazából mindegy, mert így is úgy safety car után is elmennek mellettem. Mármint előttem. Csak nyúlnak el, egyszerűen béna vagyok ezen, ki kell mondani, és kész. Tehát, ez a pálya, ez nagyon nehéz. Én is béna vagyok rajta, nagyon. Tavaly se szerettük. Nem, semmelyik évben egyszerűen ez valahogy nem. Így nem. Kilenc másodpercre van már tőlem az Isti is. És az előbb 7,7-re volt. Ez ilyen practice nekem gyakorlatilag. De nem baj, jövő héten Nagy-Britannia. Yeah. Ahogy hallom, eső is lesz valamelyiken a kettő közül. Na, István! Oda durrantottál. Most engem kitöröltem vele. Ja, Istenem.
Ó! A kormányt! Jaj, ez jó! Próbálok menni, mint az állat, de... egyszerűen nem. Isti, majd mondj egy köridőt. Majd mondok, várjál! Csacok! Szerintem ott már helyet kellett volna hagyni. Ja, lehet, hogy torpedó voltam, de... mindegy. 1:27:44. Aha, megkaptam megint a 3 másodperces penaltit. Hát olyan szépen rám zárt Ricardo. Az jó. Hogy most megint szárnyam. Mert hagyjuk a faszomba, kész. Hogy kéne így megelőznöm, őszintén? Nem tudom, én nem láttam, hogy mi volt. Már nem tudom, utólag. Jó, hát torpedó voltam, aláírom. De szerintem annyira nem extra torpedó, vagy extrém szintű. Na mindegy. Ha mellette voltam már és úgy zárt rád, akkor... mellette az... voltam már, réges-régen. Akkor... Még volt időm azon gondolkozni, hogy itt már rég hagyni a kéne helyet, érted? Aha. Az én első tengelyem, az már az ő hátsó tengelyével egy szinte volt. Érted? Innentől kezdve... na mindegy, igazából teljesen mindegy, ez úgy lett volna pontszerző hely. Csak az akció miatt próbáltam, hogy valami izgalmas legyen a vége egy a videónak. Csacok, nullázunk gyakorlatilag. Az egy nagyon nagy nulla. Ez most már egyértelmű. Kész, ennyi. Hát ő utálja a médiát, ez egyértelmű. Ez egyértelmű. A objektív életem. Jaj, Istenem. Gyere, csináljunk csapatfotókat, Isti. Szlalomozgassunk. Alakítsunk itt egy pályát gyorsan. Tesz. Időnkből kitelik. Szélárnyékozzunk egymásnak, nézzünk gyors köröket. Figyelj már amúgy, ti kaptál a büntetést? Persze, már 6 másodperc. Ja, akkor nem, akkor én leszek utolsó előtt, jó van. Abszolút. Hoppá! Nem practice van, jó gyerek. Ne haragudjatok sem! Jó, hogy nem még ide is fingasz mellé, hogy így... nem a világom a böfögés azért így videóba, de ez most így tök véletlenül kijött. Jó van, aztán már figyeli már a hóvér, hogy hova megyek. Kár, pedig az elég jót voltam sokáig a harmadik helyemből, lehet, hogy van a pont is, de... hát sajnos... én azon agyalok, hogyha az ötödik helyet ott megtartom és nem dobom el azon a fehér szaron, akkor hol? Akkor hol végzek? Mert ott voltam az ötödik helyen is, de 12-ről, 4 kanyar alatt. Mm. És azon... hát nem tudom. Na mindegy. Majd Nagy-Britanniában hozzuk a pontokat. Vagy nem. Vagy nem, így van. Nem, ez tavaly jól ment nekem. Neked jól ment? Hát neked meg az osztrák pálya ment jól. Ja. Ja. Te már megkaptad a jussodat. Azaz! Hát Abu Dhabi. Én még Abu Dhabi-ról bízok nagyon majd év végén. Hát megint akkor csinálunk egy egész izét. Mit szólsz? Azaz. Az jó volt. Teljes távosak. Aha.
1:21-2 a legjobb időm. Hát ez van. Ezt tudom, srácok. Tényleg nem tudok ezzel jobbat menni. És eldobom a semmitől. Istenem. Anyád picsáját. Dehogy maradok kint. Srácok, inkább ne kivágom, aztán nézzük őket, hogy mit mennek, jó? Mert... De nem tudok elfordulni se. Jó, és akkor... Nézzük őket szépen. Ebbe az utcsó két körbe. Na, jó van, hú. Oké, nézzük, Perez. Hát Perez rohadtul nagy előnyre tett szert. Ki jön mögötte? Aztad, de még mekkora előnyre? Russell. Ja, tényleg George Russell. George Russell. Hamilton megközelíti George Russell-t. 5 tizedre van. Ez itt egy előzési opció lehet tőle. A második helyért megy a csata. Lewis Hamilton nem teszi be. Nem szokta. Hogy izza? Apa, 1-es, 2-es szektor. Mi történt ott? Yellow flag. Mi történt? Jó hangzik, jövök learatni. Pierre Gasly, nem vagy utolsó. De, utolsó vagyok. De, mert retire vagy. Jaj. Gasly rip. Úgy látszik. Na mindegy, menjünk vissza a csatához, mert itt Hamilton nagyon komolyan elkezdte ostromolni George Russell-t. Hát, hogyha rámegy itt a célegyenesben, lesz rá opció. Ja, tehát Daniel Ricciardo is, Nicolas Latifi, ez 4 tizedre van. Na nézzük! Hammer time! Izon! Nem nagyon volt ebből semmi, 6 tized. Nem érkezik rá túl gyorsan. Oké, akkor menjünk lejjebb. Megnézzük Ricciardót. Ő nagyon közel van viszont Latifihez. Ők még csak most érkeznek a célegyenesbe. És itt egy elég komoly bolyt tudna egyben megelőzni. Majd István érkezik. Szala István 7,3 másodperccel. Daniel Ricciardo mögött. Nem, egyszerűen nem. Itt az utolsó körben már nem nagyon akarnak megpróbálkozni egy-egy előzéssel. Itt egy elég komoly boly van, mert Kevin Magnussen is. Valtteri Bottas, aki a 11. helyen van, Kevin Magnussen 7 tizedre autózik mögötte. Nézzük Szala Istvánt, ő mittól. Szala Istvánnak kicsit füstöl a motorja, én úgy látom. Igen? Aha. Nagyszerű. Vagy ja nem, az csak gőz, vagy pára, vagy... Ah, érted. Nem kéne, hogy füstöljön. Nem. Vissza, back to... De tud-e füstölni a játékban a motorom? Daniel Ricciardo. A karrier módon szerintem biztos tud. Aha. Na nézzük, Daniel Ricciardo az utolsó próbálkozásait lőheti itt el. Hát, hogyha... Amióta nem vagyunk a Renault-nál, Okon azért csak a 4. helyen van a Renault-val. Hihetetlen, hogy nem tud mit kezdeni ezzel a bolyjal. Én már torpedóztam volna. Hát lószarjóska nem lett itt, nem előzés. Szala Isti érkezik, és a 18. helyen befejezi a magyar nagy díjat. Ünnepel a közönség. Szala István. Szala István 18. Csenki Patrik 20. helyen zárta. Óriási futam volt. Azt hittem a driver of the day én vagyok. Büszkék lehetünk a magyar fiúkra. Hát ez van. Na hát srácok, látjátok mellettünk elvileg az eredményjelzőt. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Hello. Szevasztok, sziasztok. Szevasztok, hello. The sober my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling.